Hát ez különös. Nem tudtam, hogy itt van. Péter! Péter! Te vagy az? Péter! Milyen furcsa. Egy lélek sincs itt. Kissé rendetlen a fiú. A zsenik már csak ilyenek. Mindenkinek. Na végre! Szia! Bocsa késésért, de élet-halálharcot vívtam egy nénivel az áfonya szomszéd. Ó, fiam, köszönöm. Nincs mit. Akkor most üljünk asztalhoz, és mondjunk el egy imát. Jó napot! Parker. Már is jövök. Alig bírom el. Isten ilyen néz ki. Norman! Felvágná a pulykát? Te jó ég, Péter! Vérzik a karod? Ja, az igen. Leléptem a járdáról, és elcsapott egy biciklis futár. Mutasd csak a sebed! Uramisten! Ez nagyon csúnya. Ugyan, semmiség. Már is hozok sebhintőport, utána imádkozunk. Ez a fiúk első hálaadás ünnepe az új lakásban, és ennek meg kell adnunk a módját. Mit mondtál? Hogy történt? Egy biciklis futár. Nekem jött. Elnézést kérek, nekem mennem kell. De miért? Halaszthatatlan dolgom akadt. Jól vagy? Ne aggódj, nem komoly. Köszönöm a vendéglátást, Mrs. Parker. Jó étvágyat a vacsorához. Apa! Apa! Mi ütött beléd? Végre bemutatom neked MJ-t, erre elrohansz. Sietnem kell. De apa! Nekem sokat jelent ez a lány. Ugyan, fiam. Nézd rá. Csak nem gondolod, hogy egy ilyen nőt a személyiséget varázsa fogott meg? Miket beszélsz? Anyád is gyönyörű volt, kezdetben mind gyönyörű, de aztán kiéhezett hiénákká válnak és rávetik magukat a bankszámládra. Ő egészen más, apa. Akkor fogadj el egy apai jó tanácsot, Don Juan. Szórakozz vele, amíg jól esik, aztán tedd lapátra. Kösz, hogy kiálltál értem, Harry. Hallottad? Mindenki hallott azt a tetűt. Az apámról beszélsz. Örülhetek, ha fele olyan sikeres leszek, mint ő. Ne szólj bele abba, amihez nem értesz, világos? Harry Osborn! Sajnálom, én.